tisztelt emlékezők, kedves barátaim! Mozart utolsó zeneművét, a Requiem egyik fejezetét hallottuk, Lacrimózát, mely magyarul könyvzáport jelent, melynek utolsó sorai. Uram, irgalmaz nekik, kegyes Jézus, el ne hagyj, örök nyugodalmat adj. 63 esztendeje éppen ilyen tájban Nagy Imre és társai Maléter Pál és Gimes Miklós már halálos ítéletüket hallgatták a bíróságon. Nagyon is illő itt és most ez a zene. Uram, örök nyugodalmat, békét adj mártírjainknak. Vajon helyén való-e a vallásos hit szavait a kommunista Nagy Imre szobránál felidézni? Egy rövid történet erről. Egy akkori papnövendék, később katolikus püspök Templi József ajándékozott meg az igaz történettel, amikor 1956 forradalmi napjaiban küldöttségükkel Budapesten jártak, kettesben maradván a miniszterelnökkel, zavarában rákérdezett: a politika rendben, de hogyan áll ön Istennel? Nagy Imre hosszas gondolkodás után azt válaszolta: nem tudom, van-e Isten, de azt tudom, hogy halálunk után egy felsőbb tekintélynek számadással tartozunk tetteinkről. A későbbi püspök és társai elégedettek voltak a hivatalos politikai tárgyalásokkal és a magánemberi válasszal is, megnyugodva tértek haza szülőföldjükre, Erdélybe, Nagy Imre pedig kommunista elveivel egyetemben is a mondottak szerint élt és halt. Tiszta lelkiismerettel térhetett, bármikor nyugovóra vállalhatta a halált is, el tudott számolni tetteivel. A református hitben, vallásos nevelésben részesült Nagy Imre halálának évfordulóján rendjén valónak érzem a hit szavait és hangjait felidézni. 63 esztendeje 58. június 15-én délután ítélethirdetést tartottak a Nagy Imre perben, ez szerint Nagy Imre elsőrendű vádlott egyetemi tanárt, 56-os miniszterelnökségét nem ismerték el, akinek havi jövedelme 3600 forint nyugdíj, egyébként vagyontalan, büntetlen előéletű magyar állampolgár, bűnösnek ítélték a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésében, ezért őt a népbírósági tanács halálra ítélte. A vagyontalan Nagy Imrét még teljes vagyonelkobzással is sújtották, de hát nem volt sem gyára, sem kastélya, sem birtoka, sem jachtja, sem helikoptere, sem külföldi számlákon vagyona. A koncepciós per ítéletének indoklásában elhangzott, hogy Nagy Imre a szocializmus hibáit a rendszer jobboldali torzításával kívánta orvosolni. 1958-ban jobboldalisága, most baloldalisága miatt ítélik előtt. A vádlott mellett ma sincsenek tanúk ügyében, ma is koncepciós az aktuális hatalom ítélete. A per hangfelvétele este 7 órakor, tehát éppen most ilyen tájban rögzítette Nagy Imre utolsó szavait. Úgy érzem, eljön az az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni az én ügyemben is. Kegyelmet nem kérek. A miniszterelnök másfél évi magánzárka, emberi és politikai magány ellenére is lelkileg megtörhetetlennek bizonyult. Tudta, nyugodtan állhat az elé a felsőbb tekintély elé, akinek számadással tartozik. De az a remélt nyugodtabb idő, amikor a teljes összetett igazságot elmondanák róla, csak nem jön el azóta sem.
A miniszterelnököt ezután rabszállítókocsin a gyűjtőfogházba szállították, a halálos zárkák során helyezték el, és közölték vele, hogy az ítéletet másnap hajnali 5 órakor hajtják végre. Börtöntársai úgy tudták, ezek után írt. Nagy Imre nyilván családjának küldött soha meg nem érkező búcsúlevelet. Ki tudja, hol van az a levél? Másnap június 16-a hajnalán elsőként, 5 órakor Nagy Imre kivégzésére került sor. A jegyzőkönyv szerint Nagy Imre szíve 5 óra 16 perckor szűnt meg dobogni. A kivégzés kegyetlen technikai aktusa után percekig haldokolt. Magyarország pedig aludt. Majd a testet koporsóba lökték, a börtön sétáló udvarán ásott gödörbe rejtették, limlomot hánytak rá. Évek múlva a tetem köré kátránypapír drótozva átszállították a 301-es parcellába, s ott Nagy Imrét Borbíró Piroska álnéven jeltelen sírgödörben földelték el. 30 évig senki sem tudta, hova van eltemetve a forradalom miniszterelnöke, akit 56. október 23-án a Kossuth téren százezrek választottak újra miniszterelnöküknek, a Kossuth téren, ahonnan szobrát eltávolították, igyekezvén a történteknek emlékét is kitörölni. 30 évig még nevét sem volt szabad kiejteni, emléke és politikai üzenete végül 88-89-ben robbant a felszínre, a 88-as tüntetéseken már tömegek skandálták a nyílt utcán a nevét. Majd Nagy Imre újra halálában is segítő kezet nyújtott nemzetének, 89-ben a katartikus Hősök terei gyászszertartás véglegesen visszafordíthatatlanná tette a rendszer változását. Vajon nyugodhat-e békében Nagy Imre? Vajon megértettük-e azt az összetett üzenetet Nagy Imre teljes életútjának és halálának üzenetét? Biztosan tudom, hogy nem. Ha az utókor mindent megértett volna, ma nem citálnák és nem citálhatnák újra és újra gyilkos szavak keresztüzébe a mai hatalom celebei, ölebei. Az ellene folyó hajsza azt mutatja, elhazudott munkásságának ma is van veszélyes tartalma, fontos üzenete. Titkolt első miniszterelnökségének reformprogramja az országnak politikailag, gazdaságilag, emberileg megváltást hozott. A munkatáborok bezárása, a kitelepítés megszüntetése, a kuláklista eltörlése, a TSZ-ből való kilépés lehetővé tétele. A vallási tolerancia mellett Nagy Imre volt az, aki elrendelte a Rákosi korszak koncepciós politikai pereinek felülvizsgálatát. Például a Rajk-per vizsgálatát, amely aztán 56 őszére éred be, amikor Nagy Imrét, miután moszkvai utasításra sem volt hajlandó megváltoztatni reformprogramját, kiebrudalták mindenhonnan. S Rajkék újra temetésének idejére már Nagy Imre lett az aktuális, kijelölt áruló. A gyűlölet kampány akkor is működött. Ma is ezt teszik Nagy Imre ellenfelei, rendre is aktuálisan szidalmazzák, bár ma finomabb eszközökkel ölnek, karaktergyilkosságokkal. 63 évvel halála után már illenék nyugalmat, konszenzus teremteni egy történelmi szegény személy, egy nemzeti mártír alakja körül, mint például az azonos sorsú Batthyány Lajos esetében. Hiszen 56 forradalmi napjaiban Nagy Imre visszaállította a több pártrendszert. Kilépve a Varsói szerződésből, semlegessé nyilvánította hazánkat a néppel teljes egyetértésben. Mindezekért is a demokratikus Magyarország
tisztelt alakja kellene, hogy legyen, s hogy halálig kitartott a forradalom honfitársai mellett, már csak aláhúzza munkásságának pozitívumait, az árulást elutasítva, az idézőjelben önként vállalt halál, csak a pont az íre. Már életének tettei miatt is örök tiszteletünk illeti meg a mártír miniszterelnök emlékét. Kegyelmet nem kérek, sorsomat a nemzet kezébe teszem. Ezek voltak nagyapám utolsó szavaik, s ez szavak felelőssé tesznek bennünket. Nagy Imre helytállt érettünk becsülettel, nekünk is újra és újra meg kell küzdenünk emlékének tisztaságáért. A megemlékezés végén hallani fogjuk Verdi Nabukkójából Nagy Imre kedves szabadság kórusát, a rabszolgák kórusát, melynek szövege így szól. Szálljon bátran a feltámadt ének, adjon hangot e sors űzött népnek, mely a bús szívbe új lángot gyújt, fényes új lángot gyújt. Az a fényes új láng gyújjon hát fel, adjon teljes igazságot és békét, nyugalmat a mártír miniszterelnöknek. Kedves barátaim, köszönöm, hogy eljöttetek ma ide, hogy meghallgattatok, és most helyezzük el közösen együtt az emlékezés és a kegyelet virágait Nagy Imre szobránál.
Hívjuk figyelmüket, hogy a Nagy Imre Emlékház a karantén után újra várja látogatóit hétköznap 10-től délután 4 óráig, így holnap a gyásznapon is gyertyagyújtásra, főhajtásra, a kiállítás megtekintésére. Mai rendezvényünket folytatva hallgassuk meg Faludi György Nagy Imre versét Földes László hobó előadásában, majd nemzeti himnuszunk következik. Végezetül Verdi Nabukkójából a Szabadságkórust hallhatjuk, Nagy Imre egyik kedves opera részletét. Megköszönjük részvételüket a megemlékezésen, szívükben vigyék magukkal a mártír miniszterelnök emlékét. Hajnaltájban sétálni kezdtél föl s alá a pincebolt alatt. Csak cvikkeret hiányzott, egyébként minden rendben volt. A perc lejárt, a lelked tiszta. És egy óra sem kell már, amíg Kossuth Lajost, Rákóczi Dózsát beérik kurta lábait. Mi adta néked a nyugalmat? Hogy tudtad, hallgatnak, míg hallgatsz. És azt is, hogy a századtitkát te oldottad meg félúton. S mi növesztett oly nagyra téged? Bölcs bátorságot, tisztességet, Battyányihoz hasonló véget, hogy te vagy fajtánk példaképe holtak élén. Nem tudom. A szomszéd cellából ma létergőjét sem. Hirtelen hideg csapott meg a tarkódon. Hogy papírt és tollat kérhetnél? Minek? Minek, gondoltad? Száll az írás, mint viharban a levelek. S köztük derűsen és kimérten zömök ősz férfi jár a tett. A vég, sejtetted, még nehéz lesz. De az már nem oszt, nem szoroz. Megnyílt az ajtó. Káromkodva ugrottak rád a vasbotos privékek. Karod megkötötték, és végig rugdostak idegen zsebrágok sorfalán át, amíg te cvikker nélkül félvakon támolyogtál, és szánakozva szétnéztél kint az udvaron. De már az ávós hóhér rémült arcát nem vetted észre. Sem a helytartót, ki két szovjet tiszt közt állt, vacogva, részegen. Aztán csak mész, vajpuha mész jött. Előbb rád terítette bő tógáját, aztán szikkadozni kezdett. Majd, mint a krétakő, kemény kőzetnek nőtt rád, megette húsodat és orcád. De bajszod nyájas kunkorát szálamként őrzi, mint az ország. Azóta újra melbetek, keszeg varró leány a nappal, s izzadt ringyók az éjszakák. Ám néha, félálomban este, szemembe hull egy fény a láb. Talán a láthatáron villan, vagy egy reflektor incseleg, vagy a szomszéd utcán a villany, de lehet, hogy a cvikkered.